A videó tartalmából. Egy ilyen paripával érkezek a legelső randira, akkor mit szól a csaj? Hogyan kell megjelenni az első randin? Szerinted? Legelső randi? Mi kell? Na figyeljetek, meg kell tárgyalnunk valamit ez a tárgyalásnak. A tett helyszíneit figyelj. Tippet szeretnék tőled kérni, hogy az első randira hogy menjek el. Ez az első randitok? Igen. Ez most komoly? Have a nice day! Good morning everybody! Sziasztok skacok! Az én nevem Bene Martin, azaz Nudles, és elérkeztünk a következő utcai videónkhoz. A mai nap a járókelőket fogjuk megkérni arra, hogy adjanak tippeket legelső randira. Sziasztok! Sziasztok! Te tudnál nekünk adni tippet? Legelső randira? Szerintem elsőre nem kell túl sok mindent vinni, én szerintem akkor csak elég, hogyha te odamész, és akkor magadat adod. Az legfontosabb, hogy ott legyen a legelső randi, az igaz? Igen, az köszönöm szépen! Megszületett a gyerkőc, gratulálok! Szia! Szépen. Szia, szia! Ez lesz a videó témája, remélem, hogy velem tartotok, és jó szórakozást a videóhoz. Mit kell magaddal vinni legelső randira? Hogyan öltözzél? Hogy viselkedj? Hasonló dolgok. Szerintem ugyanúgy hétköznapiasan, ugyanúgy felöltözni, és csak magadat kell adni. Hello! Hello, hello, hello! Na figyeljetek, meg kell tárgyalnunk valamit ez a tárgyalásnak, a tett helyszíneit figyelj! Full stílbe. Az mit jelent a stílbe? Ez stíl, ami rajtam van? Nem. Add magad, ami te vagy, szóval ne öltözz ki túl nagyon, meg ne is legyél túl laza, hanem ami te vagy. Az be fog jönni a csajnak. Hát nyilván csípje ki magát. Mondjuk az eddigi legjobb randim az volt, amikor elvittek kondiba. Elmentünk edzeni egyet, aztán KFC-zni, piálgatni, ez tök jó volt. De amúgy ez tényleg jó, figyelj, ezt én is adom egy jó KFC kondi után, ja. Miután edzetetek, és utána megiszogattatok este. Ja, ja, ja. Hát, ez mikor volt? Két hete. Komoly, tényleg? Viccen kívül? Viccen. Hát figyelj, innen videón keresztül az úri embernek hatalmas pacsi, azóta együtt vagytok? Nem. Hát, mi történt? Vagy megkérdeztem? Hát válogatok még tovább egy kicsit. Na jól teszed, figyelj! Sziasztok! Feltettek egy kérdés kamerába? Nem. Mi nem? Mi? Ti együtt vagytok? Még nem. Még nem. Ez az első randitok? Igen. Ez most komoly? Hát egy valamit ne csinál, ilyen koszos cipőben ne gyere el amúgy. Tisztítsam le. Így van, tiszta, fehér cipő az jó. Ez tiszta? Fogjuk rá, aha. Elmegy. Ez a fekete stíl az amúgy nagyon jó. Jó. Kellene kiegészítő, karkötő, óra, igazából ennyi. Hajad legyen belőve. Hát lány szemszögből én személy szerint mindenképpen valami olyat veszek fel, amiben jól érzem magam. De azért csinosabb. Igen. És nálatok a csinos az ilyen cicis ruhát jelent, vagy inkább azért visszafogottabba? Visszafogottabbat, mindenképpen visszafogottabbat. Nekem ciciset jelent, mert szép cici van. Jó, most nem mondom azt, hogy mutasd meg, de jó, elhiszem. Pontosan így, mert hogy ez itt most az. Már hogy értve? Első randi. Nyilván próbálsz normálisan, igényesen, és nem a legtaplóbb módon valami susogós macinacióba elmenni, hanem azért... Mi? Tök jó lenne egy rózsaszín tütű. Rózsaszín tütű? Mondjuk akkor megnéznének. Mi az a tütű? Engem? Az biztosan. Tütű? Tütű nekem, nem tudom, csagóta, nem a tütű, az más. Képzeljétek el, én vagyok a legelső randi partneretek. Így jövök el, így jövök. De nagyon durván sok rózsát viszek nektek, ilyen ekkora csokor, így. Hú, az nagyon menő. Most komolyan? Ehhez nagyon menő, aha. Illik ehhez? Aha. Nem az öltönyös? Nekem igen, nekem az már frusztráló lenne, ha túlságosan kiöltöznél. Inkább komolyan? Így hozzá rózsát, mint kiöltözve, aha. A rózsának örülnél? Hát annak mindenképp. Miért fontos, hogy a fiú ki legyen öltözve? Hát már fontos az első benyomás, igen. Vegyen fel öltönyt, igen. És akkor vigyen el étterembe? Igen. És hogyha egy moziba visz, az nem jó? Hát... Az nem jó első randinak? Nem, inkább étterem. A fiú ne beszéljen túl sokat, de a lány sem. Hát igen. Te sokat beszélsz? Igen. Lehet, hogy ebből a kapcsolatból nem is lesz majd semmi most. Vagy nem akar... Nem, de úgy is. Nem akar mit szétrombolnia. Bocsi. Ugye én messzerenül mentem, kibéreltem egy fehér lovat. Messzerenül? Vettem egy kardot, legjobb volt. Messzerenül mentél, tesó? Persze. Szép, akkor azt azért megmutatom, de nem. Tehát nem kirakom az egészet, hanem azért úgy látszódjon az egész. Igen, aha, értem. Igen. Igaz róla, így van. Igen. És mi a kedvenc kajátok? Ez ilyen bónusz kérdés csak. Édességmániás vagyok. Hurka? Már nem olyan hurka, rendesen a hurka, mert nekem a töltött káposzta, hurka, nokedli ezek? A nokedli.
az jó. Nem eszem húst. Vega vagy? Igen. Jó van az. Hogyha csak is bunkó, akkor te is bunkó vagy vele? Hát akkor igen. De várjál, de akkor abból nem lesz jó kapcsolat, nem? Hogyha bunkóak vagytok egymással. Hát abból nem. Akkor ez csak ilyen trutymós? Mármint érted a trutymót? Tudod, hát, mi az a trutymó? Kb. Igen. Hát ilyen trutymós, tudod? Igen. Ilyen trutymogós. Ilyen trutymogós csaj. Én például az első barátommal moziba mentünk, és nagyon jól el volt. Na, látod? Nagyon sok ember azt mondja, hogy a moziba úgy nem bírtok igazából egymással foglalkozni, tehát úgymond nem is ismeritek meg egymást annyira a legelső randin. Vélemény? Az megismertétek egymást? Vagy mit csináltatok a moziba? Nem úgy! Nem úgy! Hát igazából most ez a film kiválasztás, ugye ez meg kell legyen az első, hogy ugyanaz iránt érdeklődtök-e, ami tényleg érdekel a filmben, vagy nem. Stop, stop, stop! Ha még esetleg nem követtél volna be Instagramon, akkor azt mindenféleképpen tedd meg, mert vicces vidinnyók, vicces képek jönnek folyamatosan, ennyi szerettem volna. De ugyanúgy lehet például, hogyha beültek egy horrorfilmre, hogy te félsz, vagy a lány fél, vagy valami, és akkor így megbírod ölelni. Persze. A csajszit. És akkor már megvan az első úgymond próbálkozás, hogy azért mégiscsak megölelet segítesz neki, hogy hát basszus, ne szarjál be, vagy valami ilyesmi. Nem vacsorázni kell vinni. Ha nem, hova? Mondjuk moziba, és akkor nem kell vele annyira foglalkozni. Most így jó van ő felöltözve, igaz? Jól van felöltözve, szerintem pont jó. A haja is jól be van lőve. Ne legyen rajta box. Szerintem az van iszonyatosan undorító. Gondolj bele, éppen már mondjuk csókolóztok, nem tudom, hogy odáig el fogunk-e jutni. Szerintem jussatok már addig, én drukkolok nektek, esküszöm. Még figyelj, még itt fel is avatom a helyzetet, ha úgy van, éneklek nektek közben, vagy valami. Beletúrna a srácok a hajába, igen? És érzi, hogy valami nagyon ragad. És mire fog először gondolni? Nem arra, hogy bele van boxolva. Hanem mire? Zsíros lehet a haja mondjuk. Én amúgy egy kicsit másra gondoltam, de az már túl durva, de semmi. Hogyha a csajszú úgy megy el a legelső randira, hogy ki van rakva a cickó-fickó nagyon durván, az gáz szerintetek? Nem. Azért legyen, nem? Nem. De úgy szoktál? Nem mindig, attól függ. Szerintetek skacok? Én úgy szoktam. Jó van! Szerintem az a lényeg, hogy magadat add, és úgy öltesz, hogy te gondolod, hogy ez tetszeni fog a lánynak is. Most a első randinak egy mozi, és utána, amikor elmentek sétálni, akkor meg tudjátok ismerni egymást. A mozi után? Igen. Én a párommal igazából egy kicsit ilyen meghittebb volt, visszafogottabb volt. Az mit jelent? Hát, a sör az egy biztos pont szerintem. Az biztos, ezt én is így gondolom. Ott van a jó sör a kezében az úriembernek. Hogyan képzelnéd el a legelső randit? Randidat? Hát, elég romantikusan. Az mit jelent számodra? Mondjuk a Duna partra leülni, beszélgetni, valamit inni, azt így, ja. Inni mit? Energiaital. És akkor most ti randiztok egymással? Tessék? Ti randiztok egymással? Első tal. De akkor ti randiztok, skacok? Hát és ilyen energiaitalt isztok, csak nem a Dunaparton. Hát most... Nem, de nem. Ami olyasmi. Ide leültetek, itt fogtok, igen, lenni egészen végig, beszélgettek egymással, igen, megismeritek egymást, igen, és utána mit terveztek? Mentek valóban enni, inni, vagy valami? Éjes a jövőbeli barátnőd. Na ilyenkor mi a tendő? Most már adtam egy tippet nektek. Vigyázz, kajázni, tesó! Az a normális kommunikáció, hogyha mind a kettő fél érdeklődik egymás iránt, igaz? Igen. Szóval nem csak a fiú kérdez, nem csak a lány kérdez, hanem úgy fele-fele arányban. Igen. Valaki kérdez valamit, válaszol rá, és akkor utána így folytatódik a, igen, conservation. Igen. Köszönöm szépen, lányok! Köszönöm szépen mindenkinek! Nagyon királyok vagytok, köszönöm! Meg egyszer így, még középen így robbanós a gyerekek. Nem robbanunk egyet? Robbanósat, gyertek! Robbanjuk! Fogadjátok meg a járókelők tanácsait, és fogadjátok meg az én tanácsomat is. Az első randira szerintem nem kell annyira túlöltözni, ami a fontos, hogy mindig add önmagadat, és beszélj nagyon sokat, tényleg agyilag készíts ki a csajt, de természetesen úgy, hogy a csajt is hagyd szóhoz jutni. Ennyit szerintem volna a mai videóban, nagyon szépen köszönöm a mai figyelmet, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, benyomni a csengőt, ezen kívül lájkolni engem Facebookon, és bekövetni Instagramon, és várni a következő utcai videót, mert nem sokára érkezik. Csajozzatok, pasizzatok mértékkel, vagy mértéktelenül, egy a lényeg, beszéljetek, és legyetek közvetlenek, és szeressétek a másikat. Ez már túl nyálas volt, de ez igazság. Sziasztok! On the map until I know where you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. High and ever split, staying ready. Keep an eye out for the fakes, for the snakes. Roll a clip and I'ma pull it, something shakes.